Na, hát, sziasztok srácok, itt Domi Pnéz jelentkezik. Ebben a vannak videóban, és ebben a videóban úgy gondoltam, hogy hát folytassuk. Csak egy hirtelen meggondolásból folytassuk a Random Játék Szerda sorozatot. Úgyhogy ez a negyedik rész, egy fél év után, de lássátok is, hogyan választottam ki a játékot. Akkor választunk is játékot. Szóval a tipikus becsukom a szemem, sőt még el is fordulok nektek. Kicsit le, kicsit fel, még lejjebb. Lássuk! Hát, akkor újra. Várjatok, és... Jó, szóval, fogunk ez DIY. Hát jó, úgy látszik, akkor most ez lesz a mai játékunk. Szóval, amint láttátok, fogunk ez DIY. Hát, nagyon sajnálom, de ez is egy állított képernyős játék, és a rezgés mindjárt kikapcsolom. Szóval, hát majd megpróbálom úgy vágni, hogy jó legyen. Sajnálom, de hát, na, ez van, úgyhogy fókuszáljunk arra, hogy csináljunk egy jó izét. Érdekes, hogy az a festék mágikusan a kamerára nem megy rá valahogy. Jó, oké, és... Menő. Új, ilyen zöld izé, beütést kap itt. Oj, de király lesz. Ez nagyon jó lett. Jaj, még meg is hajszárítjuk, aha. Ez már profi öcsém. Ez, figyelj. Ennél profi telefontokot nem találsz. Nem találsz, hogy ne lenne benne reklám. Megmondom őszintén, azért hagytam abba ezt a sorozatot, mert... Na, látjátok ti miért szerintem. És most a wifi-t nem akarom kikapcsolni. Ú, de jó, lánc. Szerintem... Én lehetséges, hogy ez nem egy fiús játék. Mindegy, nem érdekel. Nem baj, legalább lesz a lányoknak is egy kis content. Jó, spray. Ú, hydro dippelni is lehet. Nem tudom, miért Marble-nek van acrylic. Aki nem tudja, az a hydro dip az olyan, hogy fognak, a víz tetejére festéket raknak, és abba belemártják. Tehát hydro dip, ennyi tulajdonképpen. Cactus Jack. Bírom, hogy a telefon mérete is megváltozik. Na mindegy. Mi legyen? Komolyan, egy Among Us karakter? Egy iPhone 12-vel a közepén. Hát jó, itt csak két kamera, de ott meg három van. Na, legyen... Mi legyen? Legyen ilyen cuki nyuszimuszis. Fülére is lehet? Hogy ne lehetne? Ez teljesen rozsaszín lesz, szép rozsaszín. Tényleg amúgy lányos content nincs, úgyhogy... Kedves lányok, akik nézitek ezt a videót, írjátok meg, hogy legyen egy ilyen külön lányos játékos videó. Ha szeretnétek. Én szívesen csinálok. Jó, itt a szép nyuszimuszi, rozsaszín nyuszimuszi. És akkor itt átívelünk bele egy kicsit. Jaj, egy kulcs, ez nagyon jó. Itt is lesz majd chest, meg minden. Jó, lefújtuk és reklám. Hó, hát, há, hogy ne? Mi ez, pindurpandúrokat csinálják? Jó, megcsináltuk a pindurpandúrokat, úgyhogy most már úgy csillivéli láncocska. Júj, de szépek. Hát igen, ez valószínű. Igen, szerintem is iPhone izé két kamerával, mármint, hogy olyan, jó, olyan két kamerával, hogy ilyen elrendezkedésben. Jó, gazdag kislánynak izéltünk. Na jó, azért mondom, jön csak. Jó, hogy kérnek egyfajta, kérnek egyfajta tokot. Jó, hát ezt, ezt eddig teljesen nem vettem figyelembe. Na nem baj, jó. Jó, semmi nem szóltam, jó. Várjatok, jó, a rezgés mindjárt le kell vennem, mert ez így nem állapot. Tudom, hogy videóban nagyon rossz hangja van. Ilyen izéje van. Ó, nagyon tetszik neki. Legyen, várjatok, van egy ötletem, összezöldezzük teljesen. Zöld krúmét. Viszont ilyen piros lesz a szeme. Ő az imposztor. Úgy. Ó, very nice. Látom, akart az izé is egy szelet, ebbe az a játék is egy szeletet az Among Us tortából. Én nem értem, én azt nem értem, hogy most miért kell ennyi reklám. Jaj, jó, nem lesz rajta.
Ez egy fiústok. Nem tudom, ki tud egyáltalán létezni ezzel a hatalmas tokkal, de hát na. You do you. Oké, akril festék. Nagyon jó. Az az öcsém csápolja. Rak ki TikTokra, hogy Domi Plays milyen menci tokot csinálna. Még upgrade-elni is lehet. Hú, halljátok, hát az egy ilyen kész designernek érzem magam. Várj ezt, jó? Kész designernek érzem magam. Másképp szóval, ó, figyeljetek. Ó, de jó kis izé, virágot raktunk oda. Ó, hát chili vili. Minden emberek. Olyan szép. Na, lássuk. Hát, hogy ne? Nem akarok Harry Potteres játékot, köszönöm. Na, cseh. Jó, ő is a mongaszosat kér. Az igen, jó sok fajta akrilfestékből, mindegy, jó. Tessék. Ja, hogy ez így? Ó! Oh. Aha! Jó, jó! Csak egyfajta lehet? Ne viccelj már. Really csak egyfajta lehet? Ez de csóros. Na, még egy kulcs. Teló már forró, mindegy, volt előzetes használatban. Csaj, igen, csaj, akkor rakunk neki ilyet. Üzeltem rajta kicsit. Néztem egy-két videót, meg ezt előkészítettem egy-kettőt nektek, de erről nem tudtok semmit, ez meglepetés. Nem fogom letartani a House Flippert. Bárhányszor fogod nekem te mutatni, hogy töltsem le, csak azért sem fogom. Na, szóval. Fal, már tégla, gyerekek, már tégla falunk van. Na, ennek csak egy ilyen sima, sima, szonis izékel. Tudjátok, mi? Ó, ne! És nem lehet vissza? Ez igen! Ez komoly, egy visszalépéssel kiizélni. De nem baj, jó, miért akar zöldet? Nesze, itt a zöld. Tessék, úgy, jó. Most ettől akkor speedrunolunk. Kéne a Dreamer zene. Dúdolom. Nem dúdolom, mert az cringe lesz. Jaj, de jó. Megszer. Rakok rá ilyet. Fú, te, én, ha ilyen tokom lenne, én nem tudom. De nem, ez nekem nem tetszene. Thanks. No need. Jó van, jól tudsz angolul. Dekorés. Ó, oh, akarok tenni. Én is akarok a telefontokomra egy fingó, izét. Mi az? Korgit. Mindenképp. Ó, kinyitottam a best price-t, de jó. Nem mondott komolyan. Taktikul. Hát nem cool egyáltalán. Egyáltalán nem cool. Na fel. Ú, jött egy VIP. Jó, most már fa. És már parkettánk van, gyerekek. Most már komolyak vagyunk. Ja, hogy jó. Jó van, mennyit nem érdekes. Kis TikTok influencer. Na, ennek meg zöld haja van. Tuti zöld festékkel neki, figyel. Ja, nem? Jó. Szóval, igen, a TikTok influencer elment. De érted, még én nézzek. Én dolgozzak azért, vagy én csináljak azért dolgokat, hogy neki csináljak. Azért. Én nézzek videót, hogy csinálhassak neki tokot. Na, persze. Rakunk egy kicsit mindenből, figyelj. És miért ne? Szép az úgy. Hát, amúgy ez actually nem rossz. Így minden szín van rajta, így nem szerethet. Én valami agy dolgot fogok adni. Jaj, nem, az izé fingik. Az unicorn is. Na, tudom, itt rakjunk rá neki csomót, figyeld. Ó, fingo unicorn is, bossz, sose lehet elég, hallod? Oda néz. Még egy cukorszóratot fingó unikorn is. Ez az! Nem is látszik a szín. Virág? Jaj, rányomtam virágra. Szétbagolt? Nem. Akkor rakjunk rá még egy Volkswagen buszt is. Meg azért még egy korgi is. Oda úgy. Hát ez gyönyörű lett, halljátok? Le se kellett volna festeni. Csak le kellett volna matricázni. Esküszöm nektek. Legközelebb azt fogom. Hú, de laggos. Ja, nem bírja. Olyan komoly ez a játék, hogy nem bírja a telón, vagy micsoda. Oj, de gyönyörű lett, halljátok. Ah, megirigylem. Nekem is, halljátok, ha egyszer küldtök nekem telefontokat, ilyet küldjetek. Cukorszóratot fingó unikornisokkal lett ragaszgatva mindenhol.
Kérlek szépen. Ilyet küldjetek nekem. Na, kövi vásárlunk. Jó. Mindenki ilyen Among Us-os izét akar. És nem tudom, hogy miért kell minden egyes játéknak lenyúlnia ezt a... Ezért nem baj, jó van mondjuk itt most. Annyira nem tudod kivenni. Jó, akkor én... Jó, csak sárga. Nem baj, rakunk minden. Ez egy olyan bolt, ahol nem érdekelnek a vásárlók. Csak kiélem a dühömet. Azzal, hogy beizé. De te, annyira tetszik, hogy a kamerán nincs semmi, mégse festékeződik össze. Terdik, te ilyen technikai zseni vagy, ha nézed. Mondd már meg, hogy milyen réteggel fedhették be ezt, hogy ne menjen rá a festék. Van valami erőtér rajta, vagy... Archero reklám. Nem fogom letölteni. Szóval Terdik, mondd már meg nekem. 3D? Ó, hát ezt miért nem mondtad? Hát ebből rakunk rá, oda néz, tele rakjuk kis dolgokkal. Ó, várjatok, rárakok egy ilyen, meg ráírjuk, hogy jó, Domi, király, gyönyörű. Halljátok, ha nektek valaki ilyen tokot csinálna, Jézusom te, hát gyönyörű, tetszeni. Ha tetszeni fog neki, én nem tudom. És tetszett. 3 csillagos. Hát hallod? Én menekülnék abból a boltból, te. Legalábbis úgy visszakérném a pénzt. Ó, és a belseje? Hello, a belseje az hogy lett, izés? Mindegy, jó, ne logikázzunk, ez egy játék. Fala! Jó, tehát kezdtünk egy kék lefestett fallal. Azt fejlesztettem. Abból lett egy téglafal. Most megint lefestettem kékre. Hát nagyon jó. Na úgy látom, ez lesz ez az utcsó. Utcsótok, amit most meg fogunk csinálni. Remélem tetszett a videó. Jó, akril festék. Halljátok, ilyen gyorsan tudott volna festeni Picasso is. Tyű! Vagy ezért 500 000 ezért meg tudott volna festményt. Oh, Fingo unikorn is, azaz. Ez egy fiú? Ez egy fiú és fingó unikornisokat kérhet előjár. I'm not judging, tehát én most nem bírálok itt. Tehát kapsz annyi fingó unikornist, annyit akarsz. Tessék, örülj neki. Oh, Istenem. Nem akarom. Jó, tökéletes. Hát ez gyönyörködteti a szememet. Rakunk rá még Eiffel-tornyos fityegőt is. Ó, hát ez... Mua, maga a tökély. Oda néz, hát wow, mondja is 3 csillagos. Ó, glitter? Nagyon jó. Hát jó, figyelj. Tetszett neki a finga unicorn is. Úgyhogy, hát is kacok, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban is. Remélem tetszett, ha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot, és mindenképpen iratkozzatok fel. Közel már a 800, nagyon remélem, hogy esetleg február végére meg tudnánk csinálni. Úgyhogy tényleg nyomjátok meg szépen ezt a gombot, nem kerül semmibe, és a csatornát is segíti. Úgyhogy én már nem is mondanák mást, annyit, hogy köszönöm szépen a figyelmet. Domi Plays voltam, legyen szép napotok, és sziasztok!